családban nőttem fel, ahol a szülők zenekedvelők voltak, zeneértők, bár maguk nem hivatásszerűen foglalkoztak zenével, de minden lehetőséget megadtak arra, hogy az én képességeim, amelyek már nagyon korán megmutatkoztak, hogy azok kibontakozzanak. Mi volt az első zenei élménye? Az első zenei élményem az a házi muzsikálás volt, amit a szüleimnél tapasztaltam. Ekkoriban divat volt az, hogy ilyen olasz együttes szerveztek, gitározott apám, mandolinozott anyám, a nagynéném alt mandolinon játszott, még volt két vendég, tehát egy ilyen komplett kamarazenekari társaság volt, akik rendszeresen összejöttek és együtt muzsikáltak, és én, mint egészen kislány, szaladgáltam ott köztük, és néha az egyik bácsi elvitt sétálni, hogy ne zavarjam őket a muzsikálásba. Hát a Zeneakadémián olyan tanáraim voltak, akiket máma meseként emlegetnek, kezdve természetesen ugye Ádám, Bárdos, Forrai Miklós nevével, folytatva Weiner Leóval, Ferencsikkel, és végül is természetesen Kodály Zoltánnal, akivel népzenével kapcsolatban hosszú ideig ugye együttműködtem, de aztán tanultam én például Barta Dénesnél, Szabolcsi Bencénél, és Ferencsik Jánosnál zenekarvezetést, és Viski Jánosnál zeneszerzést, tehát mondjuk egy akkora gárda volt, hogy máma a zenetörténetbe tartoznak ezek a nevek, akár ha például Vásárhelyi Zoltánt is mondom, akinek hát rettentő nagy neve lett akkoriban, amikor én diák voltam, és később, amikor tanítani elkezdtem, akkor is. És a zeneszerzés iránt mikor kezdett el érdeklődni? Zeneszerzéssel már egyidejűleg foglalkoztam akkor, amikor középiskolás koromban elkezdtem ugye elméletet tanulni, hogy már ugyanakkor kompozíciókat is készítettem. Elsősorban zongorára, de amikor az énekkari műfaj nagyon közel jött hozzám, akkor már kórusokat is komponáltam, tehát tulajdonképpen mielőtt zeneszerzés tanszakra jelentkeztem volna, már egy maroknyi kompozíció állt készen létbe arra, hogy megmutassam ahhoz, hogy alkalmas vagyok-e annak a tanszaknak a végzésére. Amit mi itthon csinálunk, az teljesen más ahhoz viszonyítva, amit Párizsban csináltak akkor. Zeneileg, muzikálisan sokkal többet jelent, amit mi csinálunk. Technikailag az ő tudásuk az akkor számomra abszolút virtuóznak tűnt. Hát inkább olyannak, amit csodálni lehet, de nem kell átvenni. Viszont azzal, hogy én ezt megismertem, megerősödött bennem abban az elhatározás, hogy az az út, amit Kodály kijelölt, az a helyes, és azt kell folytatni. Nyomon követi-e a tanítványai pályafutását? Nagyon. Az egyik szenvedélyem. Nagyon szeretem nyomon követni. Mert valahogy úgy érzem, hogy akkor bebizonyosodik a pró vagy a kontra, amit a fejlődése alatt éreztem. Az adivers megzenésítés volt az, ami nekem a berobbanást jelentette a zeneszerzői körbe, amikor a Újvárak épültek című adiverset megzenésítettem 46-ban, és megnyertem vele egy országos pályázatot. És a többiek aztán ugye egyrészt Dalok Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, de eljutottam egészen Nemes Nagy Ágnesig és Tóth Eszterig is. Volt a kezdetben, a pályám kezdetén egy olyan időpont, amikor úgy éreztem, hogy teljesen fel tudok oldódni a drámai műfajba. Szóval az opera érdekelt a legjobban. Van-e hiányérzete az életével kapcsolatban, vagy van-e olyan dolog, amit szeretett volna elérni, és nem igazán úgy jött össze?
Gondolom, mindenkinek van ilyen az életében, úgy utólag elgondolva, mert hiszen most már elég sokat beszéltem az operáról ebbe a beszélgetésbe, mindig az vissza-vissza jön bennem, hogy hát mi lett volna, hogyha esetleg másképp alakulnak a dolgok, és mégiscsak olyan országban élek, ahol lehet operákat írni, akkor biztos azt csináltam volna. Na de hát másképp alakult, és annak kell örülni, ami úgy alakult, ahogy alakult, és sikeres volt, úgyhogy ezen nincs mit spekulálni, hogy mi lett volna, ha. Nem. Ez így volt, és ennek így kellett lenni, mert ez így volt megírva a nagykönyvben.